Kergetőző kutyák, játszadozó gyerekek és vidám kirándulók. Idilli kép fogad bennünket a Margit szigeti nagyréten, még kicsivel arrébb a jól ismert víztoronynál. As you can see, there is a lot of rocking sound. This is classical, but also rock. Dübörög a klasszikus zene. Vittorio Grigolo olasz tenor ária estjére készül a Magyar Állami Operaház zenekara. A Vittorio nagyon elégedett volt a zenekarral, azt tudni kell, hogy azért nagyon extravagáns valaki. Egyáltalán nem azt csinálja, amit az ember elvár, vagy amit megszokott, hanem teljesen más csinál, és ebben a zenekar nagyon, nagyon jó partner volt, úgyhogy úgy ment el a próbáról, hogy nagyon elégedett volt. Az olasz sztártenor az operai irodalom legnépszerűbb áriáit hozta el a magyar közönségnek. Gazdag és sokszínű repertoárja magába foglalja Mozart, Donizetti, Verdi, Puccini, Massenet, Offenbach és Rossini műveit is. I had the chance to try this concert already in Japan and before coming here a few days ago in Rio, so in Brazil, and we had a beautiful welcoming from the people, so I really hope that it's gonna be the same here in Budapest. Az est vendégelőadója Sáfár Orsolya volt, aki szintén izgatottan várta a koncertet, ugyanis első alkalommal lépett fel a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Én nézőként is mindig szívesen jöttem ide. Nagyon inspiráló ez a sok zöld itt körülöttünk, a jó levegő, és most az idő is nagyon kegyes hozzá. A rövid idő ellenére a két énekes pillanatok alatt megtalálta a közös hangot. Nagyon kedves és segítőkész az együtt játékban és a zenei megformálásban. Nagyon érthetően mutatja, hogy mit szeretne, és ehhez könnyű alkalmazkodni. A két énekes együtt zseniálisan működik, azt hiszem, hogy rögtön megtalálták egymással a hangot. Az olasz tenor néven elhíresült énekesnek mondhatni a vérében van az opera műfaja. It's easy for me, the way of, we call it the Italian fraseggio, the Italian way of singing, is the una voce aperta al sole, when we open a window in the sea. It's very simple. So the voice that you can hear, the bel canto, the way of Italian usually sing, is like a guitar, you know, mandolino, near Napoli. So there is a lot of simplicity. But of course, if you need to do these incredible arias, you need to have also a lot of, behind your back, a lot of technique and a lot of study and a lot of sweat. A világ 10 legjobb tenorja között számon tartott Vittorio Grigolo kivételes énekesi kvalitásai mellett egy olasz modell megjelenésével bír. Különleges üzenetével pedig végérvényesen belopta magát a szívünkbe. Enjoy the concert, enjoy the music and Opera Café!